Ide sétál nekem Párizsból, a nagy teszem. Mama! Úgy örülök, hogy el tudtál szabadulni. Jól vagy? Tudod mit? Befejeztem! Ma van a faterom szüli napja. Eszik a száingéből, hozzom el a üszkő szájot. Itt mindig is voltak szellemek. Aha. Jó lesz ez a szoba. Biztos? Biztos, ezt a szobát akarom. Köszönöm a segítségét. Természetes. Szeretnék köszönetet mondani neki. A barátomnak. Végül is két beszédet írtam. Szóval arra gondoltam, választátok ki, melyik legyen az. Az egyik zöld, a másik sárga. Sárga. A zöldet kérem. A zöld. Azt a címet adtam neki magamban, hogy mikor apa fürdik. Nem biztos, hogy mindannyian emlékeztek még, de apa valahogy örökké fürdött. És ahányszor megfürdött, Lindát és engem bevitt magával az irodába. Először mindig rendezkedett, szóval bezárta az ajtót. Lehúzta a redőnyt, lekapcsolta a villanyt, igen, csak egy kis lámpát hagyott égve. Így szerette, ez volt a rend. Ez... Helge? Zenét! Ez az. Na. De gamle venner her i byen og morer sig. Her sidder jeg tilbage, og jeg keder mig. Jeg fatter ikke, hvorfor hun sagde nej. Szeretnék egy percet beszélni a fiammal. Négy szem közt.